Hát akkor köszöntök mindenkit nagy szeretettel, Suzuki SX4 fékdoblevétel. Felesleges ütögetni, mert nem fog lejönni, hanem itt van a két csavar ezzel. Nekem ez azért megy így, mert én féket állítok, tehát nekem azért jár ilyen könnyen, de így tudjátok leszedni, jó? Majd ezt csak megmutatni akartam, de itt van az igazi turpisság. Ha fékpofát cseréltek utána, az utánállítót állítsátok alapra. Tehát vissza az utánállítót, ott a disznyi kerék, mert nem fog főmenni nagy valószínűséggel a dobotok a régi pofa után az új pofával. Tehát ha nem akartok kínlódni, akkor az utánállítót visszaállítjátok. És akkor, amikor szerelitek össze, nem elég, ha bovdenon hiába feszítesz, hiába nyújtasz, nem fog fogni akkor sem a kézifék, hanem egy kézzel nehéz nekem itt balanszírozni. Tehát, hogyha így főmegy, az annyit jelent, hogy ez körülbelül olyan gyönge teljesítmény lesz, tehát nem fogja megfogni nekünk az autónkat 12%-os emelkedőn. És akkor ilyenkor, mondom egy kézzel, nehéz még nekem is, nem nekem, nem, különösen nekem, hát nem csak nem az, hogy nekem is, különösen nekem nehéz. Hova basztam el a másik csavarkát? Jó. És akkor ilyenkor, ugye ezek balmenetesek, tehát ilyenkor mindig van itt hátul egy lemezünk, amit félre húzunk, látjátok? Ott mozgatom csavarhúzóba, ugye az a lemez tartja ezt a risznyis kereket, tehát azt félre húzzuk, bocsánat, rossz fejlő, azt elhúzzuk, látjátok? Elhúzzuk, és akkor kifelé, mert ugye balmenetes, tehát kifelé állítjuk, mindaddig, ugye mindig negyedet, tehát két fogás, ezen így két fogást állítunk, és akkor föltesszük a dobot. És hogyha enyhén húz, tehát karistól, súról, csiszatól, ki hogy hívja, ha enyhén, akkor hagyjuk ott, tegyük fel a dobot, tegyük bele a biztosító csavarkáját. Érzés nem kell bikára meghúzni, annak csak az a feladata, hogy fenntartsa. És tartsunk tervezéként ellenőrzést. Ha behúztok a kéziféket, nem kell bikára megszakítani, behúztok a kéziféket, ráteszünk, beteszünk ugye két csavart, így szoktuk csinálni a vad próbát, beteszünk így két csavart, mondjuk ez nem teszi jót a csavaroknak, tehát szakirodalom nem nagyon ajánlja, de így szoktuk megpróbálni, hogy elfordul a saját súlyunktól. Ha elfordul a saját súlyunktól, akkor még mindig állítani kell lehelet, mint olyankor már csak egy risznyi nyit. Jó? Tehát ez így működik. Itt tisztítsátok föl a fölfekvő felületet, és részpasztával kenjétek föl, mert be tud vizesedni, és láttam már olyat, hogy flexre kellett levágni a dobot, mert annyira összesült az agya, hogy melegítették, minden, aztán a flexre levágták így a negyedét, és akkor leütötték a maradékot. Tehát részpasztával kenjétek meg. Jó? Szervusztok!